Köszöntöm a szubjektív nézőit. Vörös riasztást adott ki az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete. A világ vezető klímakutatói szerint visszafordíthatatlan a globális felmelegedés. Erről a fontos témáról beszélgetek mai vendégemmel, Kovács Géza klímakutatóval. Üdvözlöm a stúdióban. Szép napot kívánok mindenkinek. Évek óta hallunk a globális felmelegedésről. 2011 és 2020 között több mint 1 Celsiusszal emelkedett a légkör hőmérséklete. Laikusként ez az 1 Celsius fok nem tűnik olyan nagyon soknak, mégis nagyon fontos változások történtek a légkörben és az éghajlatban egyaránt. Melyek ezek a konkrét változások, hogyan hat ez a több mint 1 fokos emelkedés, akár a jéghegyek olvadására, a tengerszint emelkedésére, sőt, itt beszélhetünk akár már arról is, hogy állatfajok tűnnek el a föld színéről. Az tény, hogy körülbelül a 90-es évektől kezdve kezdődött ez a felmelegedés, ami egyre intenzívebb, főleg az utóbbi, mondhatnánk, évtizedben, tehát a 2000-es években beszámítatólag. Nagyon fontos itt megemlíteni a széndioxid kibocsátást, ugyanis nagyon sokan halljuk is a különböző globális nagyméretű erdőtüzeket. Például tavaly, amikor volt az ausztráliai erdőtűz, akkor a légkörben 500 millió tonna széndioxid emelkedett fel. Ugyanennyi volt körülbelül a szibériai, idén, ami ugye történt, Szibériában az erdőtüzek. Tehát mit látjuk, fél milliárd tonna széndioxid kerül a légkörbe, és ez hatalmas mennyiségű, ami még károsítja egyébként is a légkört, mert evidens, hogy a széndioxidnak a nagyon-nagyon nagy mennyiségű felhalmozódása növeli a káros üvegházhatást. Vagyis az üvegházhatásnak gyakorlatilag az a szerepe, hogy megvédje a károsugaraktól, a napsugaraktól a Földet. Viszont mivel ez az egész teljes mértékben megváltozott annyi értelemben, hogy nagyon rossz minőségű lett a levegőnk, annyi értelemben a széndioxid nagyon nagy mennyiség és a különböző még szennyező gázok, de többnyire a klimatológusok a széndioxidról beszélnek. Tehát itt az a nagy helyzet, hogy 2035-re a párizsi klímacsúcsból maradt az, hogy addigra 70% kellene lecsökkenteni ezeket az ipari gázokat. Ez képtelenség. És most már a mai világban próbálnak különböző módszereket találni, hogy ezt a fölmelegedést amennyire lehetne csökkenteni. Tehát attól függetlenül, hogy a mindennapi életünkben látjuk azt, hogy például nagyon szeszélyes volt az idei év, mert hogyha visszatekintenénk, akkor evidens, hogy nagyon meglepő volt a tavaszunk, a meteorológiai tavaszról beszélünk, tehát március, április, május. Az utóbbi évtizedek egyik leghűvösebb tavasza volt. Két nagyon fontos elem van, ami a legfontosabb számunkra, az pedig a hőmérséklet, illetve a csapadék mennyiség. Természetesen a többi, a légnyomás, a többi, szél, páratartalom az már belejárója ennek, de ez a kettő az, ami gyakorlatilag mutassa meg, hogy hova is megy a klímánk, merre változik, milyen értelemben más, mint mondjuk 30-40 vagy 50 évvel ezelőtt. Tehát július pedig ez volt a legmelegebb július egyébként. Így van, így van, amióta mérik a Földön, tehát nem csak nálunk, hanem az egész Földön az átlag hőmérséklet rendkívül magas volt, ami még így érdekes bizonyára sokaknak ismerős, hogy Dél-Szicíliában, pontosan nem tudom melyik helyen, soha Európában még nem mértek, hivatalosan ez el van fogadva, 48,8 fokot, tehát ez iszonyatos nagy hőmérséklet. És itt a probléma a klímafelmelegedésnek, amitről beszéltünk előbb, erdőtüzek jelennek meg. Miért? Nagyon magas a hőmérséklet, kevés a csapadék. Azt mondták most a klímakutatók, hogy gyakorlatilag már visszafordíthatatlan a globális felmelegedés, akkor tulajdonképpen már el vagyunk késve ezekkel az intézkedésekkel, és ehhez egyébként, hogy legalább stagnáljon ez az állapot, gyakorlatilag főként politikai, tehát a politikusoknak kéne valami olyan reformot bevezetnie, ami hatékony lehet. Vagy egyáltalán megállítható még? Egy klímakutató Magyarországi, a nevét most nem tudom, de nagyon érdekesen fejezte ki, azt mondja, a mi klímánk az olyan úgy áll, mint amikor mikor lefelé lejtő megy egy vonat, is próbáljuk megállítani. Hát elég nehéz. Nehéz. Tehát ez egy olyan helyzet, amit lehet, amit mi tehetünk az, hogy csökkentjük ezt. Tehát a mértékét valójában, a hőmérséklet emelkedésnek a mértékét csökkenteni kell. Na most itt van egy új valami dolog, amit a
klímavédelmi, van egy ilyen IPCC, úgy hívják, ilyen szlogennel működik, az úgynevezett bioszén, úgy hívják ezt az anyagot, bioszénnek a légkörvel a bocsátására próbálkoznak, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes anyag, amely gyakorlatilag mindenfajta hulladékból, parafa, stb., tehát ilyen nem műanyag az nem, hanem ilyen természetes anyag, fosszilis anyagból készítenek ilyen bioszén nevezető anyagot, amelynek az a legnagyobb hozadéka, vagyis a legfontosabb tulajdonsága, hogy ő leköti a széndioxidot. És ez csodálatos, mert ha ez bekerül a légkörbe, akkor egy év alatt akár 330-600 millió tonna, tehát menjünk vissza, ugye körülbelül az annyi, amennyi volt ugye a kibocsátás az erdőtüzekből, hogy az a mennyiségét egy év alatt képes tehát lekötni több ezer évre a földbe. És ez egy csodálatos dolog, de viszont a klímakutatók... jó hír, csak a klímakutatók azt mondják, hogy nem szabad ezt elbízni, olyan értelme nem szabad csak erre hagyatkozni, hogy továbbra is mi szennyezzük ugye továbbra is a környezetünket, mert ugye ez a megoldás, ez a de akkor tulajdonképpen, ha már ilyen nagyon nagy lenne a veszély, akkor azért ez valahogy így reményt adhatna arra, hogy csökkenthető a globális felmelegedés mértéke, hát nem? Mindenféleképpen, hogyha mi le tudnánk, tehát itt szerintem az, amit ma említett, tehát a politikai hozzáállás kell, hogy végre le tudjunk szokni ezekről a fosszilis anyagokról, tehát a nafta, illetve ezek az anyagokról, amelyek a legtöbbet ártanak, a legnagyobb mennyiségben, és azok az országok, amelyek a legfejlettebbek, a legjobban szennyezik, ez evidens, tehát Kína, Egyesült Államok, Oroszország, tehát a nagyobb országok, amelyeknek a nagy százaléka az, amely szennyezi a levegőt. Meg ezek a katasztrófák, amiket hát valahogy el kell kerülni mindenféleképpen. Mindenesetre a másik dolog, tehát itt a hőmérsékletre állandóan beszélünk, de ami még egy nagyobb probléma, az a csapadék eloszlása. Tehát a klímaváltozásnak egyike, a legnagyobb problémája az a mezőgazdaság szemszögéből katasztrofális hírek ezek, már tapasztalják sok mezőgazdászok, hogy itt bizony nagyon kell jó bánni a csapadék eloszlásával. Tehát annélkül, amikor esik a csapadék, akkor az a fölösleg, ami esik abban a pillanatban, vagy abban az időszakban, azt el kell vezetni, tehát nem lehet elherdálni, hanem nagyon fontosan gazdálkodni kell vele, tehát nagyon jók az ilyen különböző, mint a Duna-Tisza csatorna, ilyen kis csatornákat kell építeni, amelyekbe lehet tárolni a vizet, mert ki tudja, jönnek ínséges idők. Szárazságok is. Szárazság, akkor az jó fog jönni. Tehát ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy a fölmelegedésnek az egyik velejárója az, hogy az átlag csapadék mennyiség az nagyon változó. Tehát magyarán egyszerű nyelvre bontva lehet az, hogy hetekig nem esik semmi eső, utána viszont jön egy néhány nap alatt leesik az egész havi mennyiség, ami becsapás ugyanis átlagba, az a hónap az mondjuk rá átlagos mennyiséget hozott, de hihetetlen nagy mennyiségű csapadék hullik. És ez tulajdonképpen a felmelegedésnek az egyik hozadéka az, hogy megnövekszik a napi maximumok száma, csapadék száma, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lesz jellemző, ami régebben volt, hogy gyakorta esik néhány milliméter eső, ami a legjobb a mezőgazdaságnak, hanem egyszerre esik 50-60 liter, tehát egy egész havi mennyiség, záporos, tehát konvektív csapadék szemszögéből, nagyon nagy mennyiségű, ami viszont ugye kimossa a különböző növényeket, és nem jó. Ebben egyébként az az ijesztő, hogy ugye említettük az előbb Oroszországot, Ausztráliát, erdőtüzeket, és hogy eddig nagyon távolinak tűnt eleve ez a téma. Tehát a globális felmelegedés, igen, nyilván ez bennünket soha nem fog érinteni itt a Kárpát-medencében. És már idén-nyáron, sőt, akár már tavaly is azért érezhető volt, akár ha csak az esőzésekre gondolunk, hogy akár mondjuk Szabadkán is mi történik, hőség van, és nem esik, szárazság van, és akkor egyszer csak lezúdul egy akkora mennyiségű csapadék, hogy így nem is tudunk mit kezdeni vele, amelyeket egyébként szélviharok kísérnek. És hogy egyébként a Kárpát-medencében mi a tapasztalat, tehát mióta követhető a globális felmelegedésnek a negatív hatása ebben a térségben, és mire számíthatunk mondjuk az elkövetkezendő 5 évben? Tehát ami jellemző, legalábbis én ugye Szabadkát követem meg Vajdaságot, én úgy vettem észre, hogy a 90-es években, valahol ott 90-es években elkezdődött ilyen általános felmelegedés, ahol gyakorlatilag a nyarak szinte mindig forróak voltak, persze voltak hűvösebb, ugye
periódusokkal, de átlagban véve nem volt egyetlen egy nyár sem azóta, hogy azt mondhatnánk, hogy nagyon hűvös, vagy egyáltalán átlagos, átlag körüli nyár volt. Tehát nagyon megnövekedtek a hőségnapok, ugye az azt jelenti, hogy a maximális hőmérséklet 30 fok fölött, vagy az körül van, tehát 30 fokot elér, illetve följebb, magasabbra kúszik. Most is, amikor ez a beszélgetés készül, egyébként 38 fok van kint, úgyhogy tapasztaljuk. Tapasztaljuk azt, hogy tehát nagyon magasak a hőmérséklet. Most momentán, eddig a napig, jelenleg Szabadkán, illetve Vajdaságban 47 forró nap van. Csak hogy érezzük ezt, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt az átlag 22 forró nap volt. Tehát 22 nap volt mondjuk 30-40 évvel ezelőtt nyáron, egy normális nyár, tehát voltak persze napok, most ne nézzük az 1978-as évet, ami ugye az évszázad leghűvösebb nyara volt, akkor mindössze 3 nap volt, ugye 30 fölött, az is 1-2 fok volt 30 fokba mérve. Tehát most ezek a nyarak egyre forróbbak is, jelenleg ugye 46-7-nél tartunk, de szerintem legalább 60-65 forró nap lesz még mindig. Tehát még tovább tolódik. És ami érdekes még, ez egy ilyen személyes tapasztalat, hogy egyre jobban csúszik a nyár, olyan értelemben, hogy picit lehet, hogy később indul meg, tehát a június közepén, tehát igazodik a naptárihoz, viszont ami érdekes, a szeptember mindig szokatlanul meleg, úgyhogy a kánikula, idézőjelben vénasszonyok nyar, az kitart még szerintem szeptember közepéig legalább, vagy 20-áig. Tehát nem ritka az, hogy szeptemberben 30 fok fölötti értékek vannak, legalább 7-8 napig, ami mondjuk rá 20-25 évvel ezelőtt nem volt egyszerűen, nem volt ritka eset volt. Sőt, fűteni is kellett, ami most számunkra hihetetlennek tűnt. És az elképzelhető egyébként, hogy tényleg a tavasz és az ősz az eltűnik? Tehát, hogy gyakorlatilag lesz majd a nyár és a tél, és a telek is egyébként jóval enyhébbek lesznek. Jóval enyhébbek, igen. A havazás, havazással mi lesz? Igen, fog még esni, egy klímakutató Magyarországon azt mondta, hogy lassan, úgy azt hiszem 2030-ra mondta, hogy a fehér karácsony már anomáliának, csodaszámba fog menni a fehér már karácsony. Már most is egyébként. Az persze, de annyira ritka számú lesz, hogy egyébként is jellemző az, hogy a tél, most nyáról van szó, de tél az egyértelmű, hogy jóval enyhébb, mint szokott lenni. Tehát itt a klímaváltozás a téli időszakra, a havazásoknak a egyre ritka számban fognak jelenni havazások, nagyobb havazások még kevésbé. A fagyos napok száma is csökkenni fog, illetve a keményebb fagyok, tehát a mínusz 10, mínusz 15 fok körüli hőmérsékletek, vagy alattabb lévő, nagyon-nagyon ritka számba mennek. Tehát olyan telek, mint mondjuk 85-ben volt, ugye az évszázadik leghidegebb tele, az még ugye 90 előtt volt, utána már egyre ritkább és egyre enyhébb telekre van kilátás, úgyhogy most, ha egyébként az enyhetére gondolunk, akkor mindenki biztos megörül a nézők közül, hogy jaj, hát akkor már nem kell nyilván akkor a fűtésszámlát fizetni. Az enyhetélnek milyen negatív hatásai vannak? Hát azon kívül, ugye, hogy nézzük, az enyhetének egyik a vírusoknak például nagyon megfelel ez az időjárás. Egyébként régebben ugye a gripa járvány az szerette az ilyen időjárás, amikor nem volt túl hideg. Nagyon megfelelő volt, mert könnyen lehetett fertőződni. Jellemző az, hogy a tavaszodás, a kitavaszodás az elcsúszik, eltolódik, nincsen nagyon hideg, de viszont fűteni kell. Ha így folytatódik a klíma felmelegedése, ez mit jelent? Nagyobb mennyiségű víz, édesvíz kerül a tengervízbe, tehát a só tartalom csökken, és minden bizonnyal már most a sebessége a golfvállalatnak lassúbb, ami azt jelenti, hogy ha így folytatódik, akkor 2100-ra, azért mondom, kicsit furcsa, mert még messze van. Hát annyira akár, nincs egyébként. Hát nincs, a következő nemzedékeknek ez nagy probléma lesz, mert 2100-ban akár le is lassulhat. Igen, és emiatt monszunok meg is minden egyébként a teljesen a klímánk megváltozna, nem biztos, hogy csak hidegebb lenne, hanem szélsősége, még nagyobb szélsőség lenne. Hát remélhetőleg ez nem fog fennállni, de minden esetre erre is kell számolni, ami a folytatást illeti. Térjünk vissza a Vajdaságra, és így az elkövetkező 5 évre. Milyen extrém időjárási jelenségek várhatók itt nálunk? Ugye most is, amikor egy hidegfront érkezik, akkor nagyon erős szelet tapasztalunk. Ugye idén-nyáron is azért ez jellemző volt, sőt tavaly is már. Számíthatunk-e arra esetleg, hogy itt őrületes szélviharok, tornádók lesznek majd egyszer évek múltával?
illetve milyen szélsőséges dolgokra kell felkészülnünk? Tekintet arra, hogy nagyon magasak a hőmérsékletek, akkor az egész nyár arról szólt, hogy gyakorlatilag megülepedett a nedves, hűvös levegő az Alpok alján, és az Alpok körüli országban már 10-15 fokkal idegebb volt, és ez fennállt, ez a hőmérsékleti különbség napokig. És az a probléma az ilyen esetekben, és ezért nagyon sokszor a hidegfrontok alig hoztak valami lehűlést, ha sokáig fönn marad az állapot, ez egyébként a fönnhatás, ez azt jelenti, hogy a nedves, hűvös levegő, páradús levegő nem tud átmenni az Alpok hegyvonulatán, neki szüksége van arra, hogy leadja a csapadékot, hogy könnyebb legyen. Viszont ezt leadja, akkor eleve a hegy másik oldalán már sokkal kevesebb csapadékot hoz, illetve gyengébb formába jön. Viszont ettől függetlenül a labilitás a nagy hőmérséklet következtében, tehát a zivatarcellák, zivatar gócoknak a kialakulása viszont heves záporokat, zivatarokat, felhőszakadást okozhat, és ez sajnos tapasztaljuk itt nálunk is. Volt tornádó, hát nem is olyan régen, azt hiszem Csantavéren volt, jó pár évvel ezelőtt egy nagyon heves tornádó, de vannak még széltölcsérek, nagyon erős divatar cellák, amelyek keletkeznek, és nagyon azt lehet mondani, nagyon nehéz őket előrelátni, mert akár délnyugatról megindul egy zivatar, és ott hatalmas vihart hoz, lehet, hogy 30 kilométerre annyira lemerül, hogy szinte egy kis dörrenés is már gyenge formában érkezik. Igen, ezeket akkor nehéz előre jelezni. Még a radarok sem tudják, pedig tényleg ma már hiába szidják a meteorológusokat, ezek hatalmas felbontású gépek, tehát valójában a számítógépek adják a prognózist. A meteorológus csak azt mondja, amit ugye amit leolvas. Leolvas. Igen. Tehát őket szidni nem lehet, esetleg a gépeket lehet, viszont iszonyatos, nagyon összetett a mi vajdasági időjárásunk, klímánk mindig összetett volt, pont a hegyvonulatok miatt. Mert ezek okozzák a problémát. Sokkal egyszerűbb Franciaországba prognozálni, vagy Nagy-Britániába, azért, mert nincsen egyáltalán semmilyen akadály a különböző légköri frontoknak. Viszont nekünk nagyon összetett a helyzetünk, mert be vagyunk így zárva hegyekkel, és főleg ez a nyugat-keleti áramlás, ez az Alpok, ez nekünk nagyon nagy problémát okoz, mindig is. A prognózisban is, és egyébként az időjárás alakulásában is. Hát akkor gyakorlatilag nagy kihívás előtt állnak a mezőgazdászok, és úgy mindenki. És beszéljünk még egy kicsit arról, ugye említettük itt a politikai összefogást, de mit tehet az egyén, mekkora az egyén felelőssége a globális felmelegedésben? A tévénézők, vagy akár én, mint szabadkai háromgyerekes anyuka, mit tehetek azért, hogy ne legyen annyira előre haladott a felmelegedés? Egyáltalán tehetek-e bármit? Hát sok kicsi sokra megy alapon lehet mondani, tehát mindenki személyesen valamit tehet róla. Most persze itt még én a személygépkocsiknak a csökkentését. Főleg, igen. Azzal lehet, hogy esetleg vagy gyalog megy, vagy kerékpárra, vagy hát Szabadka nem a nagyváros, de mondjuk rá, ha nagyobb városokban vagyunk, akkor meg lehet oldani autóbusszal, illetve akinek van esetleg villamosa is olyan városban. Ez az egyik, a közlekedés megoldani. Vagy össze kette-hárman egy kocsiba ülnek például, hogy ne kell most mindenki külön-külön menni. Látjuk, hogy a mi városunkban is rengeteg, nagyon sok kocsi megy. Itt is ahhoz képest, hogy kicsi város, így azért nagyon-nagyon nagy, tehát a szennyeződés ez miatt is nagy, tehát a mikroklímája a Szabadkának katasztrófa, mert a szennyeződés nagyon nagy, főleg a téli időszakokban, amikor ugye a légmozgás nagyon gyenge, és akkor leülepszik az a levegő. Ez az egyik. A másik az, hogy erdők, telepíteni fákat, ültetni, saját, aki persze házba lakik, illetve részt venni ilyen helyzetben, a környezetünket amennyire lehet. Vannak nagyon jó példák, például ismerőseim vannak Hollandiában, ott kötelező jelleget, tehát ha valaki oda költözik, akkor háza elé kell ültetni a két fát. Tehát ez egyszerűen nem fogadják el a környezete, ez egy kötelezvény, tehát mindenhol ugyanazok a fák vannak, azt a fát kell, nem másikat. Tehát egyszerűen vannak már Észak-Nyugat-Európában, vagy Nyugat-Európában olyan helyek, attól függ ez ugye a helyi kormánytól függ, ahol zöld politikát folytatnak. Például Zombor, ugye Zomborban nagyon sok zöld terület, úgy is hívják, hogy zöld, tehát a zöld övezet, zöld város. Hát tényleg ott igyekeznek, hogy minél több fa legyen, és ez egy fantasztikus dolog. Ez az egyik, amit tehetünk, másik, ugye. Meg hát, ha megengedi a pénztárcánk, ami elég nehéz ügy, hogy lassan-lassan átmegyünk elektromos autóra, ami szerintem nagyon nehéz. Nagyon, ez még egy elképzelés, csak egy fikció. Hát igen, még gyerekcipőben. Gyerekcipőben van ez szerintem nem. Egyedül esetleg még a különböző anyagoknak a kibocsátását ne használjuk, amennyire lehet ugye
az ember próbálja használni a különböző ilyen forrásokat, geotermál energiát, vagy gázfűtést. Hát vagy... igen, itt egyébként Szabadkán a fűtés is nagy gondot okoz, nem? Igen, tehát, hogy nagyon igen. sokan fűtenek szeméttel, igen. azért gondolom az még a szennyezik a levegőt a helyi szinten, persze, az is probléma, igen. Mert a gáz minősége nem olyan, mint volt például, meg nagyon költséges, sokak, akik gázzal fűtenek, panaszkodnak ezzel, tehát a gáz minősége nem olyan, mint volt. Viszont a napenergia például voltak ilyen lehetőségek is, de viszont az is nagyon költséges és nagyon problematikus, mert nálunk télen a fontos a napenergia, tehát nincsen megoldva technikailag úgy, hogy én a napenergiát télre tudjam biztosítani, hanem télen kell, hogy sok napsütés legyen, közben könnyen kijöhet egy olyan inverziós helyzet, hogy hetekig köd van és borongos az idő, tehát gyakorlatilag nálunk ez nem kifizetődő, nem annyira napos nálunk a téli klíma, nagyon sokszor van ugye az időjárási helyzet, ilyen hideg légpárna effektus, gyakorlatilag akkor a napenergiával nagyon probléma, és nagyon költséges egyébként bevezetése sajnos. Múlt héten megjelentek ilyen nagyon rémisztő hírek egyébként, hogy a globális felmelegedés miatt 2055-re akár az emberiség eltűnhet a Föld színéről. Ez reális elképzelés? Mondja azt, hogy nem. Hát ez most nagyon nehéz szerintem megítélni. Azért ez nagyon közel van. Hát közelnek, igen, közel van, de hogy most eltűnik, hát nem tudom. Azért szerintem van az emberekben akkor a lelkismeret, furdalás, hogy azért annyira... Főleg a politikusok, hisz nekik is vannak gyermekeik, illetve unokáik, hogy azért annyira nem fogják annyira tönkretenni ezt a földet, mert azért nagyon szép és nagyon-nagyon csodálatos természetünk van. Tehát azt kell. Volt egy nagyon jó ilyen megjegyzése az egyik klímaszakértőnek, aki azt mondta, hogy ez mind, ami történik velünk, akár ha nézzük a különböző vírusokat, amik megjelennek, ez mind azért van, mert az embernek a hozzáállása a természethez negatív. Tehát mi a természettel egy harcot vívunk, ahelyett, hogy együttműködnénk vele. És nem tudjuk a természet erőt befolyásolni. Egy egyszerű példa, egy tornádó, vagy egy, menjünk oda például Amerikába, ugye vannak ezek a hurikánok, hát nem tudjuk meggátolni, hogy a hurikán ne menjen. Nem merjük, nem tudunk hatni rá. Tehát nem lehet a természet, nem tudjuk legyőzni. Hiába az ember gondolja egyes emberek, hogy majd mi megoldjuk. Nem tudjuk. Tehát együttműködni kell a természettel. Szerintem ez egy ilyen nagyon fontos mottója a dolognak. Tehát együttműködni kell élvezni a természet csodáit, és együttesen kell közösen dolgozni ezen, hogy szebb legyen a környezetünk. És ne csak azon gondolkozunk, mi hol vagyunk, hogy fogunk mi élni most, a következő 10 évben, hanem a mi unokáink, illetve gyerekeink, hogy fognak élni. Hát ez egy nagyon szép zárszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést Kovács Géza klímakutatóknak. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!